Az LMP is támogatja a DK-MSZP párbeszéd közös polgármester jelöltjét Szigetszentmiklóson. Kocsis Éva szerint bár 2019-ben a városban ellenzéki győzelem született, 2022-ben Nagy János polgármester formálisan is összeborult a Fidesszel, az ellenzékieket pedig kiszorította az önkormányzati kulcspozíciókból. Nagy János egyébként Magyar Péter április elejé tüntetésén komolyan neki ment a DK-nak. Kocsis Évát kérdezzük. Aki viszont éppen a DK színeiben, vagy a DK színeiben is méreti meg magát. Jó napot kívánok! Örülök, jó napot kívánok! Ugye a DK-MSZP-LMP párbeszéd, csak a Momentum nem, ha jól sejtem. Van még néppártyán is, illetve van egy civil szervezetünk, aki támogat bennünket, a sajátunk. A Momentumban miért nem sikerült megegyezni? Nem számon kérem, érdekes, kíváncsi vagyok. Hát ez számomra is egy kérdés maradt. Mi nagyon gálás ajánlatot tettünk a Momentumnak, azt gondolom. Nálunk 10 választókörzet van. Mi azt ajánlottuk, hogy 3-ban indíthatnak jelöltet, és alpolgármesterük lesz. Ehhez képest a DK-nak 2 körzetben lett volna a jelöltje és polgármestere, és a többi körzet az pedig természetesen a Párbeszéd, MSZP, LMP és a civilek élet volna. Ez volt Bedő Dávid asztalán, egészen az utolsó pillanatig az ajánlásgyűjtés megkezdése előtti néhány nappal ezelőtt is. És én úgy tudom, hogy személyes ellentétre való hivatkozással nem lett ez elfogadva. És tudnak ilyen személyes ellentétet? Hát az ellenfelem a Momentumnak a polgármester jelöltje, Csik József. Hát így azért mondjuk adja magát. Hogy megy ez a háttérben? Nem tudom, hanyadik ilyen egyezkedésben vett részt, hányszor fordult ez elő a praxisában, de nem meglepő, hogy hogyan húzakodnak pártok helyeken, személyek nevében, vagy személyek pozícióiért? Nekem ez az első, nekem ebben nincsen tapasztalatom, és én csalódottan állok az eseményeknek a láttán, hogy nem sikerült a teljes összefogást megcsinálni. Én nagyon remélem, hogy az ellenzéki győzelem Szigetszentmiklóson nem ezen fog múlni, hogy a Momentum nincsen mögöttünk. Mert egyébként a többi pártot viszont nagyon szépen sikerült összerendezni mögöttem. Azt mondja, hogy nem azok vezetik a várost, akik megnyerték a választók bizalmát 2019-ben, azt hiszem ezt öntől idézem ezt a mondatot, igen, pontosan. De hát azok vezetik, nem? Hát a képviselőtestületben azok ülnek, viszont az önkormányzati szakbizottságokban nem, ugyanis 2022. szeptember 7-én történt egy általunk pucsnak nevezett eseménysorozat, egy olyan képviselőtestületi ülés, amikor Nagy János, az ő szűk köre, illetve a Fidesz, a regnáló polgármesterről beszélünk, igen, így van, az ő szűk köre és a Fidesz együtt szavazva olyan képviselőket tett ki bizottsági helyekről, elnöki pozíciókból, felügyelőbizottsági pozíciókból, akik ma már emiatt azt mondják, hogy Nagy János nem az ellenzéknek a része, hanem összeborult a Fidesz. Én egyébként nem vagyok képviselő, de nyilván ebben DK-sok, az említett Gyurcsik József, független képviselő és a felügyelőbizottsági pozíciókban további MSZP-sek, Momentumosok, DK-sok érintettek. Ő azt, hogy átült volna, átállt volna, ezt cáfolta, hát és Magyar Péter színpadára ment föl a parlament előtt, aki akkor jelentkezett be igazából egy ellenzéki, egy megújuló programmal. Hát lehet, hogy csúnya szót fogok használni, de én úgy látom, hogy Nagy János rácsimpaszkodik mindenkire. Tehát a DK-nál is házalt, egészen konkrétan tudom, hogy az egyik főtárgyalónktól kért egy megbízotton keresztül logot magának. Terítéken volt a neve az MSZP-nél is. Az MSZP-nél ugye úgy van, hogy a helyi alapszervezet dönt arról, hogy kit támogat polgármesterjelöltként. A Szigetszentmiklósi alapszervezet engem támogatott, és azt is tudom, hogy Jakab Pétertől is kért logót, de ezt a logót végül szintén én kaptam meg. Hát ez nem volt egy sikeres küzdelem akkor a logókért. Nem tudom, ezt hogy osztogatják, de ez is egy érdekes dolog, adjatok egy logót, nem adunk egy királykatonát. De hát igazából akkor nem lehet azt mondani, hogy ő fideszes lenne, mint ahogy vádolja ezzel, hogy átült volna oda, hát akkor nem a DK-tól akar logót kapni. Miért nem a Fidesztől kér akkor? És akkor egyértelmű lenne a helyzet. Van egy fideszes jelölt, aki korábban ellenzéki volt, de így nem. Nem tudom, hogy részéről volt a próbálkozás arra, hogy esetleg a Fidesznek a polgármester jelöltje legyen. Én ezt is látom egyébként képzelni. Van fideszes kihívó? Természetesen. Meg van ő, aki most akkor itt logó nélkül maradt.
Hát van egy logója, ami elég meglepő, 2151 szerkesztő úr tudja, hogy mi az. Gondolom az irányítószám lehet, igen. Olyan irányítószámszerű. Igen, igen, fótnak az irányítószáma, tehát a regnáló polgármester egy fóti egyesülettel fog megküzdeni azért, hogy tovább irányíthassa Szigetszent Miklós. Olyaneket most Budapesten is látunk, tehát a 12. kerületben a Török Bálint, nem, nem is, nem, nem Török Bálint, valami budapesti egyesület, Erzsébetvárosi egyesület, igen, aki jelöl, polgármester jelölt, tehát ezek azért furcsák. De akkor most van egy fideszes, aki tényleg az, a Fidesz jelöli. Van a most regnáló polgármester, akit a fótiak jelölnek önökhöz, Szigetszent Miklós. Van ön, meg van egy momentumos. Igen, és még azon kívül vannak, van még Mi Hazánkos, és vannak civilek. Hogy lesz ez? Szép számmal. Ön hogy számol? Hát én úgy számolok, hogy 3 körülbelül egyenlő erő van, és hát győzzön a jobb. Mit ígér a városnak? Egyrészt azt ígérem, hogy ez a gyakorlat megszűnik. Tehát itt nagyon csúnya dolgok történtek az elmúlt években. A legcsúnyabb azt gondolom a Tesco-nak az országos logisztikai bázisa, ami Szigetszent Miklósra települ, bezár a gyári és a Herceghalmi. Ez már javában épül, kívülről készen is van a belső szerelési munkálatok. Ez azért baj, mert ez az M0-ástól délre első területen lesz. Óriási teherautóforgalom az, amit generálni fog. Ez napi 1106 kamion, 300 középnehéz és nehéz tehergépkocsi, és azon kívül még majdnem 1000 kis teherautó és személyautó. Ez egy óriási forgalomterhelés pluszban a gerincútra, ez az úgynevezett gerincút mellett helyezkedik el, és hát ami történt, az az, hogy előbb a közútkezelő szakmai érvek alapján előírta, hogy ehhez a beruházáshoz meg kell, hogy épüljön a hiányzó Csonka M0 csomópontnak a hiányzó ága, majd Nagy János tett egy olyan tartalmú nyilatkozatot, hogy ő nem tartja szükséges feltételnek az épület használatba vételéhez, és nagyon fondolatos módon a közútkezelő ennek a nyilatkozatnak az alapján módosította a közútkezelő hozzájárulását, és most úgy épülhet meg ez a Tesco logisztikai bázis, hogy érdemi közútfejlesztés nem történik. És ez azért nagyon furcsa egyébként, mert ez a gerincút, amit említettem, ez az egész Csepel-szigetnek a főfeltáró útja. Tehát nem egyetlen település érintett ennek a Tesco beruházásnak a kapcsán és az útnak a útra eső többletterhelés kapcsán, hanem az egész Csepel-sziget 165 ezer ember és egy 40 ezeres város polgármesterének a nyilatkozatát ebben az ügyben a szakmai érvekkel ellentmondásban elfogadták. Tehát, hogyha ezt tovább gondolom, akkor úgy érzem, hogy itt lehet, hogy van valami Nagy János nervvonal, valahogyan az érdekérvényesítő képessége ebben az ügyben igen magasnak bizonyult. Hát vagy csak egyszerűnek látta mindenki, hogy akkor ezt megoldottuk, ezt a problémát. Van egy ilyen nyilatkozatunk a polgármestertől, a Tesco nem lesz hülye plusz költséget vállalni, nyilván. A hivatal meg azt mondta, hogy akkor rendben vagyunk. Nem biztos, hogy minden mögött a nerv van. Hát csak az a drámai ebben, tudja, hogy ez mindenkinek jó a lakosságon kívül. Tehát a Tesco-nak, illetve a beruházó CTP-nek jó, mert nem kell érdemi közútfejlesztést végrehajtania. Az államnak jó, mert nem kell megcsinálni a csomópontot. És hát látja. Hát egyedül a lakosság. Most magyarázza el, hogy voltak éppen, nem kell itt semmi összefüggést keresni, ugye egyébként csak éppen az a kérdés, hogy a polgármester miért nem a lakosságot képviselő, hogyha önnek ebben igaza van. Ez is kérdés, illetve az is kérdés, hogy miért fogadja el egy polgármesternek a nyilatkozatát a közútkezelő. Nyilván azért, mert ez áll érdekében, de egy polgármester meg miért adja ki? Nem volt ez ügyben testületi ülés? Hát az a drámai ebben, hogy ez a képviselőtestület tudta nélkül, tehát titokban született, a városlakók sem tudtak róla, és hát nyilván nem fogunk kiadni a forrásaimat, de ezt a minisztériumban tudtuk megszerezni, ezt a dokumentumot. Hónapokkal később, mint ahogy ez született, mert ez 2022. októberében született, ez a módosított közútkezelői, és mi pedig 2023 nyarán értesültünk erről, hogy egyáltalán ez létezik. Leleplezem, hogy nem voltam önkormányzati képviselő, az se voltam. Nem úgy van ez, hogy egy ilyet a polgármester csak a testület jóváhagyásával adhat ki egy ilyen engedélyt, egy ilyen véleményt? Azt sem tudtuk, hogy van egyáltalán megkeresés, akár a beruházó részéről. Most itt Királyi Többesben beszéltem, én nem vagyok képviselő, tehát akkor úgy mondom, hogy a DK-s képviselők nem tudták azt, hogy egyáltalán van ilyen megkeresés, akár a Magyar Közút részéről, akár a beruházó részéről. Önt hogy találták meg polgármester jelöltnek? Hát viszonylag egyenes volt az utam, én Jószai Teodorának voltam a kampányfőnöke, ha emlékszik rá esetleg, ő volt Pest 8-ban az országgyűlési képviselőjelölt, és hát így kerültem közel a DK-hoz.
DK-s politikus? Én DK-s vagyok, igen. Hát akkor ez adja magát, igen, ebben az összefüggésben. Igen. Örülök, hogy itt volt. Hát, hogy mit mond a polgármester mindarra, ami most megint egy másik összefüggésben vele kapcsolatban elhangzott, azt kíváncsian várjuk majd, mert hát ő szeret megszólalni és szeret reagálni, úgyhogy gondolom erre is fog választ kapni. Kocsis Éva, köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.